Jó estét kívánok! Ez itt az XXL híradó második kiadása Nacs Olivérrel. És Bagi Ivánnal. George Bush szerint megvan az Egyesült Államokból kiindult pénzügyi válság okozója. Az amerikai elnök egy titkos CIA jelentésre hivatkozva azt mondta, hogy ügynökeik megfigyeltek egy magas, vékony, szikár, lófejű embert, aki a Wall Street sarkán állva napok óta a tőzsdei görbékre koncentrál, és a gabuj, gabuj szavakat ismételgeti, amitől azok drasztikusan lefelé görbülnek. Színes fémtolvajok rabolták el bíró Icát, miután rájöttek, hogy a Metal Ladyt már a vasudvarban sem veszik át, inkább elengedték. Tovább épülhet az M6-os autópálya, a Lösszfalba épített alagút megrodgyanása miatt leállított építkezés, hála a kiírt pályázat gyors sikerének, folytatódhat. A tendert az ausztriai Josef Fritzl, amstetteni vállalkozó nyerte. Mint elmondta, rém egyszerű lesz a munka. Kapcsoljuk a helyszínt Amstetten. Jó estét kívánok, Fritzl úr! Ha minden igaz, akkor újra beindultak a munkálatok, és hogyha minden jól megy, akkor egy éven belül autók sokasága haladhat majd ott át. Fritzl úr, ezt önnek is köszönhetjük, de most nem börtönben kellene ülnie? Guten Abend, Ungarn. De igen, viszont az útépítésre benyújtott pályázatom oly mértékben elnyerte a magyar kormány tetszését, hogy kifizették értem az óvadékot. Mi állt a pályázatában? Nem tudom. Elsősorban arra hivatkoztam, hogy pincék és alagutak ismeretében és építésében immár 24 éves tapasztalattal rendelkezem. Ráadásul a speciális, a 12 kőműves által kifejlesztett technológiát alkalmazom. Ő rendkívül olcsón vállalta a munkát, mondhatni ár alatt. Ezt hogyan tudja megoldani? Családi vállalkozásban dolgozunk, lányom, 6 gyermekem, akik az unokáim is egyben. Nagyon jól összeszokott csapatot alkotunk, és nagy a fegyelem. Ha kell, az erőszaktól sem riadok vissza, csak hogy haladjunk. Ön alig egy év alatt akarja ezt a hosszú szakaszt befejezni. Elég nagy ehhez a családi vállalkozás? Igen, egy átcímkéző üzemem és egy szemétlerakóm is van önöknél itt Magyarországon. Fritzl úr, köszönjük szépen. És végül még egy hír, megvan 2008 lúzere, a neve eltitkolását kérő férfi egy Il Ferrós autóra kötött kötelezőt a MÁV biztosítónál, amelyet demonstráló csoportok még március 15-én este felgyújtottak. Ez volt az XXL híradó második kiadása. Ma este még egyszer jövünk.